Jakab a könyvtárban író-olvasó találkozó Dániel Andrással. Összefogás, mintegy százan szedték a szemetet Tés és Várpalota között. Gyerekek Kányádiról mesevetélkedőt szerveztek Inotán. Szép korú. A napokban ünnepelte 90. születésnapját Galambos Józsefné Rózsika néni. Taladér Márta polgármester köszöntötte őt a jeles alkalomból. Rendőrségi bravúr, tolvajokat fogtak Berhidán. Szignó, aláírásgyűjtést kezdeményezett az MSZP. Ez a Hírmozaik, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Dániel András meseíró, grafikus, illusztrátor és festőművész járt Várpalotán április elején, hogy bemutassa a kisiskolás gyermekek számára írt Mit keresett Jakab az ágy alatt és mi történt ott vele című könyvét. A különleges író-olvasó találkozón a gyerekek vetített képes illusztrációk segítségével barangolhattak a mesék világában. Jakab úgy képzeli, hogy az ágya alatt lakik egyrészt hómama, nagyon falánk hómama, akiről köztudomású, hogy kisgyereket szokott ebédelni. Mit keresett Jakab az ágy alatt, és mi történt ott vele? Erről és egyéb más félelmetes, egyben humoros, bájos történetről, figurákról hallhattak azok az iskolás gyerekek, akik ellátogattak a Kródi Gyula városi könyvtárba, és részt vettek az író-illusztrátorral, Dániel Andrással szervezett író-olvasó találkozón. Bemegy a történetben az ágy alá, és ott valóban mindenféle furcsa lényekkel találkozik, ijesztőekkel, meg még ijesztőbbekkel. A találkozón bemutatott könyv, melyet maga az író illusztrált, Jakabról, az óvodás kisgyermekről szól, akinek játék közben begurulnak az üveggolyói az ágy alá. Jakab ugyan fél, de mégis bemászik, és különféle lényekkel találkozik. Az interaktív könyvben a gyerekek szórakoztató feladatokat is megoldhatnak. Dániel András művészete a korai éveire nyúlik vissza. Egészen fiatal koromban kezdtem el írni és rajzolni, és sokáig nem tudtam eldönteni, hogy melyik irányba induljak el. Aztán végül is festő lett belőlem, és néhány évvel ezelőtt kanyarodtam vissza az íráshoz. És azóta a 9. könyvemnél tartok. Vonzó az a szabadság, ami a meseírásban van, vagy a meseírásból adódik. Tehát az, hogy bármi megtörténhet, tehát korlátlanok a lehetőségek. Mesében ez mindenképpen vonzó. Mit keresett Jakab az ágy alatt, és mi történt ott vele? Ami egy kisfiúról szól, aki kisebb, mint ti vagytok. Dániel András saját maga rajzolja meg a történetekről szóló illusztrációkat, alkotja meg a különleges világot. Nagyon izgat a képeskönyv, mint műfaj, tehát hogyan tud a kép és a szöveg együttműködni. Szerintem ebben nagyon sok lehetőség van. Kipróbálatlan lehetőség, úgyhogy ezzel még szeretnék kísérletezni. Az író elkészült 9 könyve között sorozatok is vannak, melyben a már ismerőssé vált szereplők szórakoztatják az olvasókat. Van egy sorozat, ami most a 3. köteténél tart, és majd nyár elején a könyv hétre jön ki a 4. kötete, ami a kuflikról szól, akik egy ilyen furcsa csapat, ilyen kis ugráló lények, ilyen nem tudom, mihez hasonlítanak, egy krumplihoz, vagy egy kukachoz inkább, vagy egy kiflihez. Tehát róluk több könyv született már, illetőleg van 2 könyvem, a Kicsi bácsi és Kicsi néni, meg az Imikém című könyv, illetőleg annak a folytatása, amelyekben ilyen nagyon rövid kis történetek vannak, amiből csak egy könyvet terveztem eredetileg, csak aztán a könyv megjelenése után is jutottak eszembe újabb és újabb történetek róluk, úgyhogy lett egy második könyv is. Felhúzza hát Kicsi bácsi a vádok nyulat, aki erre kinyitja a vádok szemét, és vidáman így kiáll. Jó reggelt! Mert ha nem is igazi madár, beszélni azért tud. Sokkal jobban, mint mondjuk egy papagáj. Kicsi néni egy csomó dologra megtanította az évek során. 10-ig számolni, meg mindenféle mondókákra, sőt még arra is, hogy őrizze a házat, ha nincsenek otthon kicsi bácsival. Írói pályafutása kezdetétől rendszeresek az író-olvasó találkozók. Dániel Andrást gyakran hívják könyvtárakba, iskolákba. Tapasztalata szerint a gyerekeket ma a videójátékok látványos mozgóképek világában is érdeklik a könyvek. A különféle képernyők biztos, hogy sok gyereket elvonnak az olvasástól, de azért az biztatónak látom, hogy még mindig nagyon sok gyerek olvas.
ugye több kiadóval is kapcsolatban vagyok, és azt látom az általuk szervezett rendezvényeken is, hogy nagyon sok gyerek jön el, és nagyon kíváncsiak az új kiadványokra, ha elolvassák azokat. Ki hívná be Nagyit a Parkinssal? Ennek a nagymamát. És ki volna az, aki nagyon hangosan elkezdene hiszni? Dániel András most újabb, a kuflikról szóló könyvét írja, mely az óvodásokat szólítja meg. Emellett ebből a sorozatból jelenleg rajzfilm is készül. Száznál is többen kapcsolódtak be abba a szemétszerési akcióba, melyet immáron második alkalommal szervezett meg Lippert Ferenc, a Múlttal a Jövőért Egyesület elnöke. Az akcióban az önkéntesek mellett az MH Bakonyharc Kiképző Központ katonái, önkormányzati dolgozók, a polgárőrség, a magániskola és a Faller Jenő Szakképző Iskola közösségi szolgálatosai számolták fel az illegális hulladéklerakókat Tés és Várpalota között. Rólja rá a szemeitre a földet! Immáron hagyományosan második alkalommal szervezi meg április elején a tavaszi szemétszedést Lippert Ferenc, tési önkormányzati képviselő, a Múlttal a Jövőért Egyesület elnöke. Több civil szervezet összefogásával gyűjtötték a szemetet, és illegális hulladékrakót is felszámoltak. Közvetlenül az út mellett vagyunk, és itt is látni, hogy több zsák szemét összejött az idei évben is, mert csak félrehúzódnak az autóval, beállnak a bozót mögé, nem is látja őket senki, és már megában, amikor a természet burjánzik, onnantól kezdve, hogy bezöldel, onnantól kezdve egy nagyon jó kis takarósávot biztosít az út széle, és lepakolják a szemetet. Azért hordják az erdőből és az utak mellett a szemetet, mert a közútról be tudnak kanyarodni ezekre a kis földes utakra, és jó rejtett helyen vannak ezek a szemetek lerakva. Tavaly évben találtunk itt számítógépparkot is, szóval ilyen 27 számítógép, de úgy, hogy monitorra, klaviatúrával, mindennel együtt. A támogatóktól szemetes zsákot, kesztyüket kaptak, az összegyűjtött hulladékot a Magyar Közút, illetve a Várpalotai Közüzemi Kft. És a Depónia Kft. Ingyen szállította el. A főszervező elmondta, hogy 4 területen, a Tés és Várpalota közötti út mellett, a Jásdi Szerpentin mentén, Tés külterületén és a Tobóároknál gyűjtik a szemetet az önkéntesek, az MH Bakonyharc Kiképző Központ katonái, a Várpalotai Önkormányzat csapata, valamint önkéntes diákok. Várpalota környékén az MH Bakonyharc Kiképző Központ katonáit Molnár Zoltán őrnagy környezetvédelmi tiszt vezette a szemétszedés során. Az őrnagy elmondta, a honvédséget a tési önkormányzat kereste meg, hogy a Magyar Honvédség Bakonyharc Kiképző Központja is csatlakozzon ehhez a szemétszedési akcióhoz. Mint katonai szervezet, példát is kell mutatnunk a lakosságnak, a környező településen élőknek, és mint szervezet is, mind a parancsnok úrunk, mind pedig az egész szervezet, az egész vezetés nagyon szívesen áll mellé egy ilyen kezdeményezés mellé. Valamint a terület, ugye Natura 2000-es terület, a gyakorlótér teljes területe. Innentől kezdve, mivel olyan természeti értékek vannak a területen, ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy ez hulladékmentes legyen, szép, tiszta, élhető. A csapat a Várpalota és Tést összekötő közút melletti sáv tisztítását vállalta az elszórt hulladéktól, ami egyébként a gyakorlótér területe is. Egészen extrém dolgok is előkerültek a fák közül, hűtőszekrény, monitor, tucatnyi autógumi, porszívó és állati tetemek, főként kis állatoké, mondta el Lippert Ferenc. Több olyan egyértelmű jelet, személyre utaló bizonyítékot találtak az illegálisan kidobott hulladékok között, ami alapján a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt feljelentést tesznek a rendőrségen. Innentől kezdve a rendőrséggel és a polgárőrségekkel karöltve fokozatosan lesznek figyelve ezek a területek és az út mente. Emellett az Egyesület az eddig összegyűlt hulladékból vadkamerákat vett, és ezeket el fogjuk helyezni az út mellett is, és a kistérségben, itt a közeli erdőkben és a területeken, a Tés és környékén. És ezeket a felvételeket a rendőrségnek továbbítjuk, a szabálysértést vagy büntetet látunk a videófelvételeken, és azt továbbítani fogjuk, és megtesszük a feljelentést. Az akcióban fiatalok és gyerekek is részt vettek.
A gimnazisták, középiskolások az 50 órás közösségi munka egy részét töltik ki a szemétszedéssel. Ezzel az akcióval kicsit így fel lehetne nyitni a szemüket egy-két embernek, és egy láncreakcióban ez akár el is indulhatna, ha nem is az egész világon vagy egész országban, de itt Tésen, itt ezen a környéken akár be is indulhatna. Milyen szemetet találtál? Mit gyűjtöttél te? Ilyen sörös dobozokat, szatyrokat, zsákokat, konzerves dobozokat, üvegeket. Ha van kuka, akkor abba dobom, ha meg nincs, akkor egy zacskóba. Bognár Kevin, aki szintén az 50 órás közösségi munka egy részét töltötte, elmondta, neki miért fontos környezetünk tisztasága. Megvédjük a bolygót, hogy minél több ember összefogjon egymással a szemétszedés miatt, mert minél tisztább a bolygónk, annál jobb az élet szerintem. Tehát a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. A szervezők abban bíznak, hogy mivel a felhívás sikeres volt, és komoly létszámban tudták elkezdeni a tavaszi takarítást, látszata is lesz az akciónak. Kányadi Sándor meséi kerültek idén a középpontba az Inotai Tagiskolában megrendezett kistérségi mesevetélkedőn. A hagyományos megmérettetésre 6-4 fős csapat érkezett a várpalotai iskolákból. Az alsó tagozatos diákok lelkesen mérték össze tudásuk és ügyességük. Az Inotai Tagiskola alsós pedagógusai idén is megszervezték a népszerű mesevetélkedőt. Az április elején lezajlott versenyen a résztvevő gyerekek szórakozva tanulhattak és bővíthették a mesék világán keresztül ismereteiket. A pedagógusok szervező munkáját idén a harmadikasok osztályfőnöke, Csupecné Horváth Réka koordinálta. Az Inotai Tagiskolában körülbelül 18 éve szervezzük már ezt a mesevetélkedőt, ez már nagyon hagyományos, nagyon kialakult, és tulajdonképpen az a célunk vele, hogy az iskolákat, a város iskoláit így összehozzuk, és egy jót játszunk, kicsit a szövegértést gyakoroljuk, egy játékos délutánt eltöltsünk itt az iskolában. Az idén Kányádi Sándor meséit néztük. Van benne verses mese, mese, van olyan, ami egy kicsit legendát dolgoz fel, tehát könnyebb és nehezebb szövegeket választottunk. Úgy gondoltuk, hogy az idén is úgy, mint tavaly, nagyon jól működött a forgószínpadszerű játék, tehát hogy a minden csapat egy teremben két feladatot old meg. A feladatok azok mindig a mesékhez kapcsolódnak, van puzzle, van olyan, amikor képet kell kiegészíteni, van, amikor rímet kell faragni, valamikor a szótár használattal közmondásokat kell keresni, illetve van egy különlegességünk, ami tulajdonképpen a meséből kivágott videórészletek, és ezeket kell felismerni a gyerekeknek, hogy melyik meséből származik az a mondat. Illetve vannak még apró hirdetések, amikor meg kell állapítani, hogy ki adhatta föl melyik meséből azt az apró hirdetést. Ezt követően felüdülésként egy kis uzsonnára hívták a gyermekeket a szervezők, mi alatt a zsűri már ellenőrizte a feladatokat, számolta a pontokat. Ezzel azonban még nem volt vége a versenyzésnek, egy különlegesség várta a résztvevőket. Ezután kezdődik az árnyjáték, mert ez volt az előzetes feladat, hogy az egyik mesét árnyjátékban dolgozzák fel. Ezt úgy terveztük, hogy a paravánt hátulról megvilágítjuk, és síkbábokkal előadják a mesét, és ezután az árnyjáték után pedig tulajdonképpen eredményhirdetés lesz, mert ezt gyorsan összesítjük ezeket a pontokat. A verseny szervezéséből, lebonyolításából kivette a részét minden alsós pedagógus. A mesevetélkedőt azt mi közösen, tehát az egész alsó tagozatos munkaközösség együtt csinálja, ki vannak osztva a feladatok, általában mindig a harmadik osztályos tanító az, aki koordinálja, illetve a negyedikes készíti fel a saját csapatunkat, mondjuk az idén az árnyjátékra, és akkor a feladatokat mindenki összeállítja, és egy ember, tehát a harmadikos tanító az, aki összeboronálja az egészet, és ő az, aki beosztja az egész mesevetélkedőnek a menetét. A zsűri szakértő értékelése alapján a versenyen az első helyezést a Nepomuki Római Katolikus Általános Iskola Paszújkák csapata szerezte meg.
Második helyezett a Várkerti Általános Iskola Pityókások csapata, a harmadik helyezettek pedig a Rákóczi Telepi Tagiskolából érkezett sípolók lettek. A résztvevők között szerepeltek még a Vásárhelyi Tagiskola patkánybűvölői, a Bánaladár Általános Iskola félnótások csapata és az Inotai Tagiskola Fekete Rigói. Újabb szépkorút köszönhetett Várpalota polgármestere a közelmúltban. Talabér Márta Inotai otthonában kereste fel Galambos Józsefnét, Rózsika nénit, hogy átadja számára a minden 90. életévét betöltött állampolgárnak járó miniszterelnöki szignóval ellátott emléklapot. Szeretném sok szeretettel felköszönteni abban az örömteli alkalomból, hogy ezt a nagyon szép kort megtetszett érni. Virággal és egy Orbán Viktor miniszterelnök szignójával ellátott emléklappal köszönti Talabér Márta polgármester városunk újabb szépkorúját a 90. születésnapja alkalmából. Galambos Józsefné Rózsika néni Inotai otthonában lánya, veje, unokái és dédunokái körében fogadta a városvezetőt. Rózsika néni 1926-ban Szabadkán született. 3 éves korában nevelő otthonba került. Szüleit és esetleges testvéreit nem ismerhette. 6 éves volt, amikor az árvaházból szinte indok nélkül az utcára tették. Teljesen magára hagyatva, árván kellett felnőnie. Rendkívül nehéz sorsa ellenére azonban, mint ahogy mondta, soha nem esett pánikba, hogy senkije sincs. A mai napig vidám természetű asszony, aki nagyon szeret énekelni is. Nem vagyok ideges, fő a nyugalom. 100 évig élek én, ha is folytatom. Csak nem ebben az erővel. Rózsika néni először Szegeden, majd később Várpalotán kezdett el dolgozni az erőműben gépkezelőként, de takarítói munkát is vállalt. 3 gyermeke közül már csak egyetlen lánya él, akivel folyamatosan kapcsolatban vannak. Rózsika néni jelenleg Mennyével él Inotai otthonukban. Elfogták a várpalotai rendőrök azt a 2 fiatal berhidai férfit, akik bronzmécses tartókat, különböző fémdíszeket és vázákat is elloptak a berhidai temetőből márciusban. A nyomozás során az elkövetők mellett az orgazdákat is kézre kerítették. A várpalotai rendőrkapitányság több rendbeli lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. Rendőrségi bravúr. A temetőből loptak berhidán. A várpalotai rendőrök néhány nap alatt elfogták a gyanúsítottakat. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a 20 éves CB és 17 éves társa megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy 2015. november 1-e és 2016. március 25-e közötti időben a berhidai temetőben lévő sírokról több alkalommal bronzmécses tartókat, fémdíszeket és vázákat tulajdonítottak el. Az eset részleteiről Pataki Szabolcs, címzetes rendőralezredes, kiemelt főnyomozó nyilatkozott kameránk előtt. A várpalotai rendőrkapitányság büntetőeljárás kezdeményezett berhidai lakosok feljelentés alapján ismeretlen tettes ellen, aki a Berhida Pédi úton található temetőben a sírkertben látható sírokat megrongálta. Az eljárás során képbe került egy 17 és egy 19 éves berhidai fiatalember, akiket gyanúsítottként számoltattunk el. Egyelőre 3 rendbeli lopás bűncselekményével vannak meggyanúsítva, azonban kihallgatásuk során további bűncselekmények elkövetését is elismerték. Elmondták, hogy a temetőből a fém vázákat, fém kegytárgyakat anyagi haszonszerzés céljából tulajdonították el, és azt tovább értékesítették. Vallomásaik alapján az ügyben érintett orgazdát is gyanúsítottként számoltattuk el. Az ügyben a várpalotai rendőrkapitányság több rendbeli lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást. Az ügy lezárhatósága érdekébe kérik, hogy aki további károkozást észlel, jelentse a rendőrség illetékeseinek. A közelmúltban indított több népszavazási kezdeményezésével kapcsolatban tartott sajtótájékoztatót az elmúlt héten Várpalotán Mesterházi Attila, MSZP-s országgyűlési képviselő.
A földaladásokkal, az állami cégvezetők bérplafonjának bevezetésével és a vasárnapi boltzár eltörlésével kapcsolatos aláírások begyűjtésére 120 nap áll rendelkezésére a pártnak. Mesterházi Attila azt mondta, hogy a megadott határidő előtt össze fogják szedni a szükséges 200 ezer aláírást. A sajtótájékoztató egyben az MSZP várpalotai országgyűlési képviselői irodájának hivatalos megnyitója is volt. Hivatalosan is megnyílt az MSZP várpalotai képviselői irodája, így mostantól Mesterházi Attila, a párt országgyűlési képviselője személyesen is fogadja majd a térségből, illetve várpalotáról érkező választópolgárokat. Többek között ezt is bejelentették azon a sajtótájékoztatón, melyen Falusi Sándor, az MSZP várpalotai elnöke és Dániel Mária Magdolna Veszprém megyei alelnök is jelen voltak. A másik apropó, amiért várpalotára jött a képviselő, hogy elmondja, pártja népszavazást kezdeményez több témában is. Az egyik az álláspontjuk szerinti földlopások ügye. Mesterházi Attila azt mondta, az MSZP már többször kritizálta a Fidesz által hatályba léptetett földtörvényt. Szerinte ez nem szól másról, mint hogy hogyan lehet a kormány holdudvarába tartozó személyeket földhöz juttatni. Nem azokkal van a gond a földvásárlás kapcsán, akik valóban ebből élnek és ott a lakóhelyükön licitálnak a földre, hanem azokkal van a gond, akik nyerészkedni akarnak a magyar földdel. Éppen ezért mi azt mondtuk, hogy amennyiben ez a kormány megbukik és egy baloldali kormány lesz, akkor ezeket ki fogjuk vizsgálni, ezeket az eseteket, és természetesen aki tisztességgel szerezte meg a földjét, nem spekulációs céllal, azoknak nincsen semmitől sem tartaniuk. Mesterházi Attila azt is elmondta, hogy a Magyar Szocialista Párt az állami cégek vezetőinek bérével kapcsolatos aláírásgyűjtéshez is csatlakozott. Szerintük ezeket a fizetéseket egy jóval alacsonyabb szintre kell levinni. Nem ritka 4,5-5 milliós fizetés az állami szférába, tehát az állami vállalatoknak az élén. Erre mondtuk azt, hogy mi támogatjuk azt a kezdeményezést, ami arról szól, hogy egy bérplafont húzzunk az állami cégek vezetői számára, hiszen többnyire ezek a cégek közpénzből gazdálkodnak, és ennek egy sokkal alacsonyabb értékben húznánk meg a bérplafonját. Az országgyűlési képviselő beszámolt arról is, hogy a kúria hitelesítette pártja a vasárnapi bolt bezárással kapcsolatos népszavazási kezdeményezését. Bár azóta az országgyűlés kedden visszaállította a 2015. március 14-i törvényi állapotot, melynek köszönhetően újra vasárnap is nyitva tartanak az üzletek. Az MSZP-nek 120 nap áll a rendelkezésére, hogy összeálljon a népszavazás kiírásához szükséges 200 ezer aláírás. Mesterházi Attila szerint nagy esély van arra, hogy ez még a megadott határidő előtt össze fog gyűlni. Falusi Sándor hozzátette, a földaladásról és a bérplafonról szóló kérdésekben már van 50 ezer aláírás, ebből néhány száz várpalotáról származik. Dániel Mária Magdolna elmondta, városunkban hétfőnként és szerdánként tudják az érdeklődők aláírni az íveket az MSZP képviselői irodájában, de telefonon is elérhetőek lesznek a témával kapcsolatban. A sajtótájékoztatón Mesterházi Attila beszélt még pártja korrupció ellenes tevékenységéről, az oktatáspolitikával kapcsolatos, a kormányt bíráló álláspontjukról és a Honvédelmi Minisztérium által kezdeményezett alkotmánymódosításról is, mellyel kapcsolatban leszögezte, hogy szerinte ez csak a Fidesz hatalmi érdekeit szolgálja. Az országgyűlési képviselő a terror fenyegetettséggel kapcsolatban is szót ejtett. Elmondta, az MSZP konstruktívnak ítélte meg a belügyminisztérium által szervezett ötpárti egyeztetést. A politikus hangsúlyozta, pártja is építően áll hozzá a magyar emberek biztonságát jobban szavatoló kezdeményezéshez. Idén is lesz Olasz Napok Várpalotán. A gasztronómiai és művészeti fesztivál ezúttal április 15-16-án kerül megrendezésre, amit tavaszi idő reményében a Várudvarban, rossz idő esetén a Turivár rendezvénytermében tartanak. A fesztivál olasz ételkóstolóval kezdődik április 15-én pénteken délután 4 órától, amire három település Grottazzolina, Szentelpidio a Mare és Ortezzano helyi specialitásokkal készülnek. Grottazzolina specialitása a tönkölybúzás metélt és a rakott hús.
A metélt, avagy olaszul tagliatelle bizonyára sokak számára ismert, és szinte minden boltban megtalálható itthon is. Azonban ez alkalommal igazi, olasz, házi készítésű tagliatellét kóstolhatnak meg a látogatók, ami tökéletesen al dente, ahogy az olaszok mondanák. Mindenképpen érdemes megkóstolni. Sant'Elpidio a Mare ételkülönlegessége a polenta, amit mi magyarok inkább puliszkaként ismerünk. Természetesen a polenta rengeteg féleképpen ízesíthető, valószínűleg a mediterrán ízvilágba kalauzolnak minket a tengerparti város lakói. Ortezzano sült olivabogyót és panna cottát kínál a látogatóknak. A kulináris élvezetek kedvelői bizonyára értékelni fogják a sült olivabogyót, melynek különlegességét a jó, minőségi olasz alapanyag és a fűszerezés adja. A panna cotta, azaz a sült krém, az egyik legismertebb olasz édesség. A tejszínes, krémes, fényes felületű csodadesszert, melyet tojás nélkül készítenek, üdítően fog hatni a kellemes tavaszi délutánon a gasztronómiai élvezetek záró akkordjaként. Azoknak, akik ellátogatnak a rendezvényre, a kóstolás mellett lehetőségük nyílik személyesen is beszélgetni a résztvevőkkel, az olasz kulináris szokásokról, a tésztakészítés rejtelmeiről, angol nyelven vagy olaszul, melyet segítségképpen olasz tolmács is elérhető a rendezvényen. A remek ételek mellé különféle zenés, táncos produkciókkal is készülnek a rendezvényen résztvevők. Olasz történelmi hagyományőrzők felvonulása és reneszánsz táncbemutató indítja a sokszínű műsort. Olaszországban már a 14. századtól kezdődően nagy népszerűségnek örvend a zászlóforgatás, ami az ünnepi felvonulások alkalmával szinte elengedhetetlen. Nálunk sem lesz zászlóforgatásból hiány, hiszen mindkét napon megtekinthetjük a Sant'Elpidio a Mare zászlóforgatóinak bemutatóját, illetve szombat délután lesz egy látványos felvonulás is a vár előtt. Pénteken 5 órától kiállítás megnyitóra invitálják a rendezvényre látogatókat, ahol bemutatják Grotta Zolina, Sant'Elpidio a Mare és Este hagyományőrző csoportjainak történelmi viseleteit, illetve az Ortezzano Ortenzia együttes népi és paraszti viseleteit. Szombaton délelőtt 10 órakor a turisztikai kapcsolatok fejlesztése és a Proloco, mint az önkéntesség olasz modellje címmel konferenciát tartanak a Turivárban, olasz és magyar előadókkal. A péntek és szombat esti műsor is igen sokszínűnek ígérkezik. Bemutatkozik az Ortezzano Ortenzia néptánccsoport, és a Borgo San Lorenzo-i Boogie-Woogie iskola táncosainak műsorát is megtekinthetjük, valamint Grotta Zolinából érkező olasz énekesek is szórakoztatnak majd minket. Az Ortezzano Ortenzia néptánccsoport 2001-ben kezdte működését, jelenleg közel 50 főt számlál, és a tagok között 5 évestől a 80 évesig található lelkes résztvevő. A táncok, melyeket bemutatnak, nagyon vidámak, gyorsak, tele lelkesedéssel és életörömmel. A Boogie Woogie iskola 2012-ben nyitotta meg kapuit Borgo San Lorenzo-ban Stefano Frilli vezetésével. A swing szerelmesei kitűnő érzékkel képesek mozgósítani a közönséget, magával ragadó az energia, ami árad belőlük. A táncosok nem a fiatal korosztályhoz tartoznak, ennek ellenére elsőpről lendülettel és jókedvel vetik bele magukat a táncba a fellépések alkalmával. Szombaton este 6 órakor a Boogie Woogie Tánciskola élőzenés táncbemutatót tart a várudvarban, melyhez a várpalotai Phantomas Band szolgáltatja számukra a talpalávalót.